Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket! Elhoztam nektek ezt a gyönyörű, szép tarókártyáimat. Koncentráljatok, mit kell, hogy tudjatok. Koncentráljatok és küldjétek el gondolatban azt, amit tudni szeretnétek. Mit kell, hogy tudjatok? Nézzünk bele! Mit kell, hogy tudjatok? Nézzünk bele! És akkor, hú, hát ez nagyon klassz, nézitek, a sors kereke. Hát ez nagyon klassz, és ez tényleg a mai nap egy nyereményjáték van, és ha megosztod ezt a videót, és feliratkozz erre a csatornára, akkor úgy gondolom, hogy sikeres leszel, részt veszel egy nyereményjátékon, 15 perces ingyenes kirakás, én velem, örülök neked. Na nézzünk bele, mit üzennek itten. Hát azt üzenik a kártyák neked, hogy lehet az akasztott ember, ő úgy érzi magát, most lehet, hogy ő akasztott ember, és ő téged vissza szeretne lehet nyerni, de fél, hogy elveszíted. Szeretne egy igazságosságot, ebben biztos vagyok, hogy szeretne egy igazságosságot létrehozni, és tényleg egy egyensúlyt teremteni. Ez azt jelenti tényleg a négy érmék. Tudjátok, hogy mit jelent? A négy érmék azt jelentik valójában, hogy hát igen, hogy most ilyen kapaszkodik még valahogy valamibe, de a négy kardok azt mutatják, hogy most minden olyan csendben van, minden ilyen nyugalom, de nagyon felkavart ez a helyzet, és én úgy gondolom, hogy alakulnak a dolgok hosszú téren. Hosszú téren, szóval vannak még itten ilyen témák, hogy úgy érzi magát, hogy tényleg te a hátába estél, hogy lehet, hogy megbántottad, lehet úgy érzi, de vagy fél az újabb sérelmektől, de én úgy gondolom, azért bezárta most itten teljesen a szívét, úgy gondolom, és itt a halál. A halál azt szimbolizálja nekem, azt szimbolizálja a halál nekem valójában, hogy valamin át kell, hogy transformálódjon, és hogyha úgy érzi magát, hogy hosszú téren nem tudja, hogy meg mint, akkor itt most összedől a torony, úgy gondolom, hogy összedől a torony, és úgy látom, hogy a hét érmék hetese, ez azt szimbolizálja, hogy nyugalomra van még szükség, ebben is biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy nem tudja, hogy mi történjen, szóval nem tudja valójában, hogy mi történjen, és azt se nem tudja valójában, hogy elhagyott lehet egy helyzetet, a hat, mondja gyorsan, a kardok azt mutatják, hogy nyugodtabb lesz a helyzet, meg ő majd bebizonyítja neked, hogy mit tud, meg mit akar, szerintem ez is játszik egy szerepet, csak ilyen lassan-lassan fog ez a helyzet szerintem változni. Szóval arról szól az egész, hogy hát kell, hogy valami változás legyen, és ez a változás ilyen nagyon spontán fog bejönni. Lehet olyan spontán, hogy már te nem is számoltál erre a változásra, és tényleg lehet, hogy majd nagyon ünnepelni fogod ezt az egészet, az lehet, hogy tényleg ünnepelni fogod ezt az egészet, ebben is biztos vagyok, és arról szól az egész, hogy az univerzum is nem véletlen vezet téged, szóval ebben biztos vagyok, hogy lesz valami változás, és ebben higgyél, szóval arról szól az egész, és akkor az érzések is jobban folynak a kilenc kelyhek, és én úgy gondolom, hogy ha te megengeded ezt a főpapnő, hogy az intuíciót téged vezessen, azt tudjuk, és akkor alakulnak a dolgok szerintem, én úgy gondolom, igen, hogy alakuljanak a dolgok, ez nagyon-nagyon fontos lenne, és hát arról szól valójában az egész, mert ha te ezt megengeded, és ez elindul, és alakulnak a dolgok,
akkor szerintem minden jóvá fog válni, és beindul itt az érzések. Ezt tudjátok, hogy mit jelent, hogy beindul az érzések? Az azt jelenti valójában, hogy elindul valami közöttetek. Biztos vagyok benne, és abban is biztos vagyok, hogy az adás és a kapás, vagy a győzelem a tiéd lesz, mert hát ő vissza akar téged nyerni, és akkor ő úgy érzi, hogy ő lesz a győztes valójában, de szerintem nem ő lesz a győztes, hanem te leszel az érmék királynője, ebben is biztos vagyok, szóval te majd megteremted, és a lovagja, az érmék lovagja, az azt szimbolizálja, hogy valami pozitív irányba fog alakulni, ebben biztos vagyok, és ez nagyon pozitív lesz, és az egész világ itt áll neked tisztába, és az érmék királya, ez pedig te leszel. Hát most húzzunk ide egy szép kártyát még, hogy mit is kell, hogy tudjatok, koncentráljatok, most megkérdezzük, hogy mit is érez, ő téged vissza akar biztos nyerni, és az jött be, hogy most ő visszahúzódott, lehet, hogy elgondolkodjon, de kell neki egy kis erő, hogy azt mondja, hogy igen vagy nem, de akar egy új kezdetet, és kövesd a hangját a szívednek, és a béke. Semmi se fog téged visszatartani, hanem minden úgy alakul, ahogy lenni kell. Hát kívánom neked, hogy megnyerd ezt a nyereményjátékot, köszönöm, hogy velem voltatok, az egyéni fejlődésre nagyon szívesen jelentkezzetek, köszönöm, hogy velem voltatok, holnap is találkozunk, sziasztok!